Kerékpáros kommandó a rendőrség szervezésében. Az országos akció során a kerékpárok felszereltségét ellenőrizték. Akinél rendbe találtak mindent, ajándékcsomagot kaptak a csornai rendőröktől. A kerékpárosokat érintő balesetek nem csak országosan, hanem Csorna városában és vonzás körzetében is nagy problémát jelentenek. A közlekedés legvételebb résztvevői ugyanis egy-egy baleset bekövetkezése során igen nagy valószínűséggel meg is sérülnek. Ezért a Csornai Rendőrkapitányság a kerékpáros balesetek megelőzése érdekében már 2016. januárjától fokozott figyelmet fordított a közlekedés ezen résztvevőinek fokozott ellenőrzésére, és meghirdette a kerékpáros kommandó nevű akciósorozatot. Ellenőrzéseink a napi szolgálat ellátása ideje alatt folyamatosak voltak, melynek során teljes közterületi állomány, a Csornai Rendőrkapitányság járőrei, a körzeti megbízottak és a baleset helyszíni állomány, valamint a polgárőrök is bevonásra kerültek. A kerékpárosok ellenőrzése alkalmával a szabálytalanul közlekedők figyelmét felhívtuk a jogkövető magatartásra. Ellenőrzésre kerültek a kerékpárok kormány, fék és világító berendezései. Minden alkalommal az Országos Baleset Megelőzési Bizottság által biztosított láthatósági eszközöket, fényvisszaverő mellényeket, illetve lámpákat, csengőket és prizmákat osztottunk szét az ellenőrzés résztvevői körében. Fokozott ellenőrzés során a felállítási helyek, illetve ellenőrzési útvonalak úgy kerültek meghatározásra, hogy azok a legveszélyeztetettebb utszakaszon történjenek, szeptember hónapban az iskolák és azok környékei. Ezután szeretném felhívni a kedves kerékpárosok, illetve a közlekedők figyelmét a szabályos közlekedésre, ugyanis az ősz beköszöntével megváltoznak az időjárási körülmények, ami fokozott baleset veszélyes helyzeteket idéznek elő. Tehát vigyázzunk egymásra, óvjuk magunkat, mások életét és testi épségét.